Ilyen digitális eszközöket nyert 1940 háztartás a digitális Nyíregyháza pályázatán. Egy háztartás egy eszközt kaphatott leginkább a nagycsaládosok, a gyermeküket egyedül nevelők, a megváltozott munkaképességűek, az álláskeresők pályázhattak. A program célja, hogy a lakosság fejlessze digitális tudását, valamint az álláskeresők nagyobb eséllyel jelenhessenek meg a munkaerőpiacon. Az eszközöket a napokban vehetik át a nyertesek. Laptopokra Lenovo típusú eszközök, illetve HP eszközök kerülnek átadásra a pályázók részére. Ezek nagyértékű eszközök mindegyik, és komolyan fel vannak szerelve operációs rendszerekkel, Windows 10 alapú eszközökről van szó, és azon kívül, hogy egy Office programcsomag is rendelkezésre, különböző programok is feltöltésre kerültek, így például említhetném a Navos nyomtatványkitöltő programok, ezek mind olyan célokat szolgálnak, hogy a munkaerőpiacon való részvételt segítsék. Nyíregyháza volt az első a kormányzati programban, ahol elindult a digitális fejlesztés. Cél, hogy a hátrányos helyzetű családok mellett az aktív időskorúakat is bevonják, illetve, hogy ne csak eszközt, hanem használható tudást is nyújtsanak a résztvevőknek. Ezért egy digitális kompetenciafejlesztő képzés is elindulhat. A programban nem csak családokat, hanem intézményeket is támogattak. 7 nyíregyházi és 6 járási iskolába összesen 830 notebook kerül.